Még az aranymetszés szabályára visszatérnék annyiban, hogy, hogy nem áll, tehát jó, ha tudjuk a szabályokat, mert azokat föl lehet rúgni. De csak úgy érdemes fölrúgni, ha ismerjük a szabályokat. Például van egy, most megkérlek, igen. Most csinálunk egy demonstráljuk ezt a helyzetet. Egyből nem az ember, látja, hogy ráirányítanak egy fotóapparátus, egyből mosolyog, zavar. Így, van. Így van, most egyelőre élességet állítok. Egy picit elmozdítottam a fényképezőgépet, látod? Egy kicsit légy szíves, nézzél a jobb vállat fele, de úgy, köszönöm. Jó, és most kérlek, hogy nézzél, itt melletted bal oldalon van egy kamera, nézzél arra. Megtaláltam. Jó, most ismét élességet állítunk. Hopp. Köszönöm szépen. Itt két képet fogunk majd látni. Az egyiken befelé nézel a képben, a másikon kifele. Igyekeztem úgy komponálni, ahogy az előbb beszéltük az aranymetszés szabályát, a képen hangsúlyban úgy helyeztelek ki, hogy kicsit kívülre és befele nézel. Amikor ugye megkértelek, hogy a kamerát nézd, akkor maradtál ugyanabban a pozícióban, viszont a másikra, így van. Mivel ott csak egy keskeny csíkot hagytam, az abszolút adja magát, hogy kifele néztél a képből. Ez lehet, tehát ez hiba egyébként, de ha tudjuk a szabályt, akkor lehet alkalmazni, hogy mit nézett a Matyi kifele. Tehát felkeltesz egyfajta érdeklődést, feszültséget okozol a képen. Tehát izgalmas lesz a kép. Így van, feszültséget okoztál a képpel, hogy miért pont arra néz. Mi van ott? Tehát itt ugye mögötted egy kamera van, arra meg ki tudja, hogy mit látsz. Ilyen gépeknél az is van, hogy megnyomod a gombot, és sokkal később exponál, ami, mint tudjuk, idegesítőről beszéltünk is itt a műsor előtt. Igen, igen. Hát jártam úgy, hogy egy kedves ismerősöm, barátom kezembe nyomta a kompagépet, hogy figyelj, szeretnék magamról egy jó képet csinálni, itt van a gépem, tehát odaadta az ő kompagépet, bekapcsolta, automatán volt, mert mondtam, hogy nem szeretném most megismerni, tehát hogy manuálisan fotózni, hanem automatán tökéletes lesz. Mondtam neki, hogy hogy forduljon. Nézd, hogy te vagy a profi fotós. Így van. Mondtam neki, hogy merre nézzen, hogy exponáltam a fényképezőgépet, és így ideadtam, és amikor ideért a kezem, exponált. És akkor így nézett rám, hogy hát te profi fotós vagy. Mondom, igen, de ez egy olyan fényképezőgép, amit még nem használtam, úgyhogy meg kellett ismételjük, és kicsit várnunk kellett az exponásnál. Farsankor, hogy visszatérjek erre, igen. Leve mondjuk adott lehet baszk, színes, mindenféle színes jelmez, ez ügyben kell figyelnünk valamire? Sikerfény, csillogás. Ez jó kérdés. Inkább olyanokra, hogy az a maszk jól álljon rajta, tehát ne csúszson el, a ruha, tehát ilyenekre. A csillogás az óhatatlan, hogy be fog csillonni, de ez ettől még érdekes is lehet a kép. Még valami, én mindig gondba vagyok, akkor bevallom, hogyha több csoportképet kell csinálnom, és mondjuk farsankor az is lehet, hogy ugye hogy több jelmezes barátot, osztályt akarsz lefotózni, és mindig azt érzem, hogy valaki veszít rajta. Érted? Nem tudom rendesen befogni, nem tudom rendesen megkomponálni, akkor valahogy valaki nem úgy van rajta, mint kéne, érted? Tehát nem érzem egyenlő, nem érzem igazságosnak, nem tudok ilyen fotót csinálni általában. Nem tudom, mire kell figyelnem. Hát ez megint csak egy olyan kardinális kérdés, hogy te vagy a karmester. Tehát meg kell komponálnod. Tehát ezek nem véletlenül adják ezek a szavak magukat, a képet. Tehát hogyha nincs bent, tehát olyan szűk a hely, nyilván megfelelő távolságot kell biztosítanod, de össze kell terelni a vendégeket, felhívni a figyelmüket, hogy néhány másodpercig bírják, hogy ne pislogjanak, mosolyogjanak, mondják nyugodtan azt, hogy cheese, ezzel ugye széthúzzák a szájukat, és mosolyognak. És egyéb vicces szavakat esetleg? Hát igen, lehet, azt most nem mondanám. És felhívni a figyelmüket, hogy most exponálok, és akkor úgy exponálsz. Ez teljesen rendben van. Hogy még mire kell figyelni, nagyon fontos az, hogy amikor ezekről a dolgokról, amikről most beszéltünk, megvannak. Miért? Én miért csinálom a képet? Igen. Miért? Bólogat is kollégám. Miért csinálom? Tehát legyen
témája. Nyilván most a farsang okán beszélünk róla, de később, hogyha kedvet kap a delikvens, a fényképezőkép tulajdonos, hogy jól sikerültek a képek, remélhetőleg ezen ötletek alapján, és elmegy máshova is fotózni, akkor miért exponálok, miért nyomom meg, miért van ez a kis mozdulat, ez egy nagyon fontos. Mondtad azt is, hogy nem akartad megismerni a gépet, legyen automata, de azért egy ilyen kicsi gép is manapság már elég sok mindent tud. Tehát az akkor alapvető A pont, hogy ismerjük meg a gépünket, nem? Tehát, hogy akkor, tehát nem tudom, a panoráma fotózástól az akármeddig, ami nyilván egy jó játék is, hogy ezeket kipróbáljuk. Igen, tehát ez olyan fontos. Mielőtt elmegyünk, és ugye megkérdezzük, hogy miért exponálunk, utána már az automatáról manuálisra bátran átállíthatjuk, amennyiben van olyan gombja a készüléknek, hogy a záridőt, a rekeszértéket, ezeket mi állítsuk be. Ezekről bízom benne, hogy később még majd bővebben fogok tudni beszélni. Mert következő műsorban így van, ez egy záridő, rekesz érték. Így van, így van. Blende, mi az a rekesz. Egy kicsit érdekes dolgok vannak. Magyar vonatkozása van például az objektívnek. Átérhetünk a manuálisra is, és akkor ezek alapján, de akkor ez majd egy következő lépcsőfok lesz a következő adásban, ezekről beszélünk. Van itt még egy gép az asztalon, egy Polaroid gép, ami gyakorlatilag, nem tudom, a digitálisnak a kis testvére abban az értelemben, hogy nagyon hamar kész van vagy nagy testvére, nagyon hamar inkább. Nagyon hamar kész van a végeredmény. Megdöbbentő, hogy mikor készítették az első ilyen polaroid. Éppet legalábbis számomra. Igen. Most ez egy valóban egy klasszikus polaroid gép. Magát a Polaroid Corporation-t Amerikában 1937-ben jegyeztették be, majd 10 év múlva készült el az első fekete-fehér fotózásra alkalmas polaroid készülék. És 1963-ban a színes. Tehát már 1963-ban már lehetett színes polaroid fényképezőgépet gyártani, vagy illetve használni, bocsánat. És hát ez természetesen hatalmas előnye volt, illetve hatalmas előny, hogy exponás után elég hamar kezünkben van a pozitív papírkép. Nem, én sajnos nem használtam ilyet, de láttam ilyen papírképeket. Sajnos elég hamar elvesztették a színüket, de a cég ez egy idő után nem is gyártott ilyen készülékeket, majd leállt. Mostanában újra élet ez a technika. Na ez egy talány amúgy, hogy egy digitális korszakban miért van szükség erre. Tehát felteszem azt, hogy ebbe gondolom logikusan papírok, valamilyenféle papírok vannak. Nyilvánvalóan nem egyszerű papírok. Következésképpen ez a technika, meg az, hogy rákerüljön, kész legyen, ez elég drága lehet. Nagyon drága volt maga a kazetta, ami meg lehetett vásárolni. Az is talán érdekes, hogy ez a fényképezőgép így nem használható. Tehát nem lehet kattintani vele semmit. Ha belekerült ez a kazetta, ami tartalmazott egy akkumulátort és a papírképeket, akkor rögtön életre kelt ez a fényképezőgép, lehetett vele exponálni, perceken belül kinyomta a képet. Maga a technológia mai napig titkos egyébként, nem tudják, nincs megosztva, nem lehet más, nem gyárthatja. Hogy hogyan és miért élet föl ez a polaroid ismét? Nyilván a technikai fejlődés hozta magával az újdonságokat. Egy mini printer van benne. Tehát ilyen egyszerű a dolog, hogy ugyanúgy exponálok, egy mini printer, ha akarom, teljes full méretben kiprinteli, de ha úgy állítom be, akkor a hagyományos kerettel printeli ki. Ugye ennek volt egy hagyományos kinézete. Ez inkább érdekesség, mint igen. Hasznos, nem? Nem. Ez nagyon hasznos. Nagyon sokáig ugyanúgy használták az emberek, mint ma a kompagépeket, hogy fogta, elkattintotta és kijött a fénykép. Művészek is rákattantak erre egy idő múlva, hogy ilyen stúdiókban, amikor beállították a kompozíciót, akkor rájöttek, hogy nem a filmes géppel exponálom le, majd elmegyek a laboratóriumba, előhívom a negatívot, kinagyítom. Ez egy hosszadalmas folyamat igen. volt. És akkor kiderült a papírképen, hogy valami árnyék belóg, mégsem olyan jó a kompozíció. Nem, igen.
fogta, beállította a kompozíciót, letette ezt a polajrezgőpet, exponált, ha tökéletes volt, az állványról levette, fölrakta a gépet, és exponált. Tehát a technológiáját felgyorsította magának a stúdió fotózásnak. Tehát ellenőrizni tudta így azt, van. hogy komponál. Így van. Sőt, Kertész András is használta, André Kertész utolsó éveiben, az ablakából fotózott vele, és For My Window című albumban ezt publikálta is. Hát kedves Pisi, köszönjük szépen, hogy elmondtad ezeket, folytatjuk majd a fotósuli sorozatunkat, kicsit talán előbbre lépünk, megnézzük a manuális fotózást is, hogy mi a csinyabinja, és bemutatunk egyéb érdekességeket is. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm a lehetőséget, és sok sikert a Farsanghoz.